Míg válogatni sem kell ennél a piaci árusnál a lencsét, minden szeme használható. Mivel a hagyományunk úgy tartja, hogy az új évben éjfél után lencsét eszünk, akkor pénz áll a házhoz. Hogy milyen ételként készítjük el, az már ízlés kérdése. Elsősorban a barna lencse, másodlagosan a vörös lencse, barna lencse, főzelék, leves, nagy átlagba, salátába is jó, de az igazi saláta lencse a vörös lencse. A lencse mellett természetesen nem elhanyagolható az édesség sem. Kovács Sándor helyben frissen darálja a mákot, amelyből a legfinomabb süteményeket lehet elkészíteni, pont úgy, mint a dióból vagy a házi készítésű lekvárokból. Én gyerekkoromban a most úgynevezett linzer karikát szilveszteri süteménynek ismertem, mert nálunk akkor készítették, és hagyományosan apróra vágott diót és tört kockacukrot szórtak rá, ami a sütéskor megpirult, és akkor ezt a két karikát házi lekvárral összeragasztották. Akkor pár napig hagyták, hogy megpuhuljon, és akkor gyerekek vártuk a szilvesztert, hogy ehessünk belőle. A budai utcai piacon a halbolt most zárva volt, halat ugyanis nem ajánlatos enni szilveszterkor, mivel elúszik vele a szerencse. Ugyanígy kerülni kell a baromfit is, disznóhúst azonban nagyon is érdemes az asztalra tenni. A malac kifordítja a földből a szerencsét, ezért a húspultnál nagyon sokan álltak sorban. A vásárlók nem bízzák a véletlenre 2024-et, a kocsonya, a disznósült, a káposzta elengedhetetlen része a menünek.